Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Idén is megrendezte női boros találkozóját Fáncsi Viktória. A Novotel Hotelben Szabó Edit nemrégiben megjelent női borászokról készült könyvének szereplői kínálták nemes nedűiket. Idén már másodszor került megrendezésre Szabó Edit a Gyengébb Nem című könyvének főszereplőivel az a sétáló borkóstoló, amely amellett, hogy egy kellemes estét kínált a Novotel Hotelben, közel 100 borkóstolási lehetőségével, valójában sokkal több volt annál. Fáncsi Viktória, a Fehérvári Borásztársadalom nagyasszonya meghívására a magyar női borászok krémje látta vendégül a nemes nedű szerelmeseit. Azt gondolom, hogy nagy szükség van minden területen a hölgyekre, és hát így már ugye másodszor rendezzük meg ezt a borkóstolót, úgyhogy azt gondolom, hogy a fehérváriak is úgy érzik, hogy szeretnének a hölgyborászoktól borokat kóstolni. Ha körülnézünk, azért láthatjuk, hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást. Mennyire jellemző egyébként ma a hazánkban, hiszen ha valaki, akkor ezt ön tudja, hogy a női borászok is teret nyernek. Most már hála Istennek egyre jellemzőbb. Azt gondolom, hogy ugye hála például ennek a könyvnek sok helyen megjelenhetnek, és el is ismerik egyébként a munkájukat. Azt gondolom, hogy a férfi kollégáik is nagy elismeréssel nyilatkoznak róluk. A kultikus kötet szerzője Szabó Edit, amellett, hogy önmagában is varázslatos személyiség, a könyv megálmodójaként és írójaként is ízig-vérig nő. Főszereplői is nők, akik tudják, hogy a szakma abszolút férfias, és az életutak néha igen kemények. És hogy mit számít mindez? Ő azt mondja, nem számít semmit, hiszen a nők ezt a hivatást is úgy csinálják, mint mindent a világon, teljes szívvel, alázattal, szeretettel. Mondhatnám azt nemes egyszerűséggel, hogy én is nő vagyok, és én is megállom a helyem a saját területemen, de nem erről van szó. Újságíróként nagyon sok olyan bótúrán vettem részt, nagyon sok olyan helyre utaztam, ahol hölgyborász volt, és ő mutatta be nekem a borokat. Egyre többükkel találkoztam, készítettünk interjút, és azt láttam, hogy ők tulajdonképpen semmivel sem kevesebbek, mint a férfiak, csak sokkal kevesebb figyelmet kapnak. Ezért született meg 2017-ben a Gyengébb Nem című könyv, és ezért szentelek nekik minden évben egy kóstolót Budapesten március 8-án, és egyet pedig Székesfehérváron az ősszel. Mi minden kell ahhoz, hogy ne különlegességként tekintsünk a hölgyborászokra? Mi minden kell ahhoz, hogy a mindennapokban, hogy az valóban ünnep lehessen, amikor megismerjük őket? A hölgyek ebből a szempontból egyáltalán nem különlegesek. Én ünnepként élem meg azt, hogyha megismerhetek egy borászt, legyen az férfi vagy nő, és szerintem ezzel mindenki így van. Kicsit furcsa és szokatlan a pillanat, amikor megjelenik egy borász, és az történetesen hölgy. De szerintem egyre inkább kezdünk már hozzászokni ezekhez a helyzetekhez is. Nem hiszem, hogy van különbség női és férfi bor között, nem lehet kikóstolni belőle, hogyha az ember egy pohár bort fog a kezében, hogy ezt vajon egy férfi vagy egy nő készítette, de az nagyon fontos tudni, amikor iszom, és tudom, hogy ez egy hölgy. Hogy ez egy hölgy munkája, akkor látom magam előtt az arcát, ismerem a gesztusait, és ez szerintem nagyon sokat ér, akkor, amikor élvezem a bort. Az önöké egyfajta misszió, ebben talán egyetértünk. Én szeretném, hogyha nem az lenne, de valóban így van. Igaza van, ez egy misszió, el kell fogadtatnunk magunkat. Ezt szerintem mi nagyon szelíd erőszakkal tesszük, ha egyáltalán erőszaknak lehet ezt nevezni. Egyszerűen csak lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki megismerje a hölgyeket, mindenki megismerje a hölgyek munkáját, és ezeket a fantasztikus borokat, amiket például itt ma este kóstolni lehet. Miként fogadta a borásztársadalom ezt a kötetet? Örültek neki, és a férfiak is nagyon örültek neki, hihetetlen támogatóak voltak. Nagyon sok családi borászatban van úgy, hogy nem tudjuk, de a hölgy a borász, és a férj a borászat arca. Így van például Heimanéknál is. Évtizedeken keresztül Heiman Ágnes készítette a bort, holott Heiman Zoltán volt az, akiről a pincét ismertük. De így van a Szigl Petráéknál is, ahol Petra a szőlészborász, és a férj pedig Petra a borász, és a férj pedig a kertész és szőlész. Nagyon sok ilyen példával találkozunk, és nagyon jó látni, hogy egyre inkább elfogadják ezt az emberek. Bizonyos értelemben elkötelezte magát, hogyan tovább? Én nagyon szeretném megírni ennek a könyvnek a második részét, remélem, hogy lesz rá alkalmam. Az első kötetben 26 hölgy van, és most már összegyűjtöttem legalább 20-22 hölgyet, hogy a második kötet is megteljen. Nem sokkal a magyar kötet megjelenése után egyébként Spanyolországban megjelent egy hasonló könyv, ahol 50 spanyol borásznőt gyűjtött össze egy újságíró kolléga, és ez a könyv angolra is lefordították, mert mindenhol a világon hatalmas nagy könyvsiker lett.
abban reménykedem, hogy egyszer Magyarországon is eljutunk ide, hogy mindenkinek a polcán ott díszeleg a Gyengébb nem című könyv, és mindenki pontosan tudja, hogy ha egy zsirai bort vesz a kezébe, vagy ha egy busai bort vesz a kezébe, hogy ez bizony női kezek által készült. Nyúlné Püra Barbara az év borászra címet jelölt borász életútja is egyedi, miután elvégezte az egyetemet, több borászathoz beadta a jelentkezését. Egy szekszárdi borászatnál már majdnem eljutott az interjúig, amikor felhívták, hogy tévedés történt. Bélának olvasták a Beátát, pedig a pincéjükben nő legfeljebb laborosként vagy takarítónőként teheti be a lábát. Nagyon kivételes helyzetben voltam, ugyanis nálam nem családi generáció miatt, és nem onnan jött az indítatás. Igaz, hogy a nagyapám pedagógus volt, és ugye akkoriban a pedagógusokat úgy támogatták, hogy pedagógus földek voltak egy csomó. Ezáltal ugye voltak földjei, de volt egy hobbi kertje, ahol elég sok szülőtőke volt, és ugye készítgetett ott mindenféle, tehát volt neki fehér. Igaz, hogy akkor még Schillerként mondjuk nem is vörös bor, de Schiller borokat, és ez nekem úgy nagyon-nagyon-nagyon megtetszett. Aztán az édesanyám éppen akkoriban, amikor pályaválasztás előtt álltunk, másodállásban dolgozott egy borászatban, ahol laborált, és hát engem ez a szentély, ez a laborban, ez az egész légkör, a mustfokoló, ahogy ott mustot fokolt, illetve különféle színek lettek a titrálásnál, ahogy átcsaptak, ez teljesen elvarázsolt, és ott az akkori főnöke azt mondta, hogy hát ha téged ez ennyire érdekel, akkor miért nem mész a Sós István borászati szakközépiskolába. Na hát ez volt az a nagyon nagy indítatás, hogy tulajdonképpen elindultam ezen az úton, ott viszont egy olyan személy lett tulajdonképpen a mecénásom, és azt mondom, nagyon-nagyon sokat, sőt, neki köszönhetem azt, hogy elindulhattam ezen a pályán, a Gazdag Laci bácsi, aki akkor igazgató volt, és nekem a technológia tanárom, és az elméletet is, és a gyakorlati tanárok is annyira, de annyira a borkészítésnek a szakmai csínyát, binyát, és az alázat, a teljesen, tehát máshogy álltunk a borhoz, a szőlőhöz, hogy ez annyira elvarázsolt, hogy végig utána az egyetem, és én a doktorit is, tehát úgymond elindultam ezen az úton, és hát hála Istennek, hogy azt gondolom, hogy elég sok minden ilyen érdekes véletleneknek köszönhető, amit ma már azt mondom, hogy nem biztos, hogy véletlen, hogy én utána technológus lehettem, és hát 20 éve itt vagyok a Nyakaspincénél, és készíthetem a borokat. És az, hogy az idei évben én is a jelöltek közé kerülhettem, hát ez azt mondom, hogy a szakmámnak, tehát tulajdonképpen teljes mértékben a korona, és hát a nagyon nagy öröm, egy kicsit most azért ugye az izgulási szakasz, de azt gondolom, hogy az, hogy bekerülhettem ebbe a hatosba, ez nekem egy nagyon-nagyon nagy dolog. Mi mindent kell tenni azért a hétköznapokon, hogy egy szüret majd a Szent Márton napja valódi ünnep lehessen? Hát azért nagyon-nagyon hosszú, kinkeserves munka, tehát ezt is hozzáteszem, de én azt gondolom, hogy a verejték nélkül nem lehet igazán élvezni semmit sem. Azt mondom, hogy a munkáknak úgymond a gyümölcse, és azt, hogy itt megmutathatjuk az új borokat, a születőben lévő borokat, illetve saját magunk is, hogy akár a későbbi olyan típusú borok, amit majd később fogunk lepalackozni, illetve még több éves fahordóban való érlelés várja, akkor is azért megszületnek valahogy, és akkor eldöntjük, hogy hogyan is tovább. Tehát ez mindenképpen egy olyan, amikor azt mondjuk, hogy egy megterített asztal, tehát sokat dolgoztunk az ebédnél, megterített asztalnál pedig megkóstolhatjuk mindazt, ami fáradtságos munkával ugye oda kerül az asztalra. Hát valahogy így tudnám a hasonlatot, hogy a nőként nem lehet elrugaszkodni ahhoz sem, hogy főznünk kell, és főzünk is. Ezen az estén bebizonyosodott, hogy a női borászok borai ugyanolyan minőségűek, mint férfi társaiké, szó sincs tehát gyengébb nemről. Aki ott volt, láthatta, hogy egy valamiben mégiscsak különböznek a teremtés koronáitól borászként, ők nem csak profik, hanem kivétel nélkül gyönyörűek is. Imár a 7. alkalommal tartottak Bokodi Sándor emléknapot Csákváron. A rendezvényen Nagy István agrárminiszter adta át a Bokodi díjakat, illetve a Zicsi Antónia díjat. Évről évre a kiemelkedő gazdákat díjazzák az emléknapon, ahová az ország minden részéről érkeztek mezőgazdaságban tevékenykedő szakemberek. A tisztes gazdának járó díjat a Hódmezővásárhelyi Kispál Ferenc kapta, akinek 400 kocás automatizált sertéstelepe van és a legkorszerűbb körülmények között termel. A mindössze 20 éves török Szent Miklósi Csikós István érdemelte ki a fiatal gazdának járó elismerést, aki az országban egyetlenként tart fajtiszta, fekete rajzos Berkshire és Cornwall sertéseket. A Zicsi Antónia díjat másodszor adták át, ezt az elismerést Torda Márta, az Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának vezetője, a határon túli magyarság agráriumának, gazdáinak ismerője és istálpólója vehette át. Nagy István beszédében a nők szerepét és fontosságát méltatta, elmondta, hogy 2010-hez képest 30%-kal nőtt az agráriumban dolgozó nők száma.
Az egész hangulatot nézve az ember azon gondolkodik, hogy, és azon gondolkodtam, hogy mennyire fontos dolog az otthonnak a kérdése, hazának a kérdése, hogy igen, amikor ki tudjuk nevetni saját magunkat, amikor kizökkenünk abból a komfortérzésből, amiben benne vagyunk, és amikor majd saját magunk hülyeségét is ki tudjuk nevetni, akkor egészen jó. Én szoktam azt mondani, hogy legegyszerűbben úgy lehet lemérni, hogy minden rendben van-e otthon, próbálják ki magukat, nagyon meglepőt fogok mondani, hogyha az ember akar sietni, hazamenni. Ha mindig van valami fontosabb, hogy elmegyek előbb ide még, ezt elintézem, azt elintézem, ezt csinálom, azt csinálom, higgyék el, nem minden rendben, nincs minden rendben. Ha sietni akarunk hazamenni, mert mondjuk ilyen hangulat van, mint amit teremtettek itt, akkor minden rendben van. És ehhez, hiszen itt azért mégiscsak komoly dolgokra is beszélni kell, végtelen fontos szerepe van a nőknek. Hogyan tud családot összetartani, milliót teremteni, hangulatot teremteni. De nyilván ez is változóban van. Mert azzal a sztereotípiával le kell számoljunk, és ez, uraim, nagy tanúság. Ugye, mert eddig mindig azzal vigasztalódtunk, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. Most már ez megváltozik, és azt kell mondjuk, hogy a siker maga a nő. És ezt el kell fogadnunk, és tudomásul kell vennünk, és e szerint kell alakítani az életet, mert ha csak statisztikát akarok mondani, 2010-től 18-hoz képest 30%-kal több hölgy van az agrárium területén is, mint amikor abban volt. Vállalkozóként, sikeres gazdaként ténykednek és tevékenykednek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ma mégiscsak azért vagyunk egyben, itt, hogy példaképekről beszéljünk. Két példaképre emlékezünk, hiszen Zichy Antónia és Bokodi Sándor mindketten a maguk életében olyat alkottak, amelyre méltán lettünk büszkék. És valahol az egész mezőgazdaság, a vidék az ezekre a hagyományokra épül, ezekre a példákra épül. Mert olyan erőt, olyan alapot teremtettek mindnyájunk munkájához, ami nagyon-nagyon fontos dolog. És persze itt a mának is kell, hogy legyen példakép, akik köztünk élnek, mert akkor tudunk azonosulni, akkor tudunk viszonyítani, hogyha a maiakat is oda tesszük magunk elé, és én azt mondom, hogy a két díjazottra ma méltán nézhetünk föl, és méltán köszönhetjük meg nekik azt, hogy ebben a változó világban, ebben a nehéz körülmények között is állnak helyt, és mutatják a példát. Köszönjük szépen nekik is. Nagy szükség van arra, hogy legyenek. Hiszen akikről emlékezünk, mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar értékeknek elismerést és népszerűséget szerezzenek határon innen és túl is. És azt gondolom, legfőbb szolgálatunk mégis az volt, hogy egyesítették a hasonlóan gondolkodókat. A vidék felemelkedésért küzdő embereket, akik képesek voltak közösséget formálni. Nem csak az összetartozást erősítették, hanem öntudatot is adtak a magyar vidéknek. És ez az, ami végtelenül fontos. Felsorolni is nehéz lenne azt a sok eredményt, amely életútjukhoz kapcsolódik, de most nem is a múltba kell révednünk, hanem arról kell beszélnünk, hogy mit teszünk ma a ránk hagyott örökségükkel. Az emléknap és a díjátadó lehetőséget teremt arra, hogy kifejezzük tiszteletünket, szakmai megbecsülésünket és köszönetünket azoknak, akik nem csak őrzik, hanem élővé is teszik a hagyatékukat. Külön öröm számomra, hogy kiemelt helyet kaptak az agráriumban tevékenykedő nők a mai eseményen, hiszen nélkülük nem beszélhetünk sem anyaföldről, amely szorosan és teljes szívünkkel kötődünk, amely létünk alapfeltétele. Ők tehát azok, akik évszázadok óta éltetik és gyarapítják nemzetünket. Mindig ámulatba ejtett, hogy a nők hogyan képesek egyszerre családanyák, lányok, hivatásukban elkötelezett munkatársak lenni. Úgy gondolom, nélkülözhetetlenül fontos az az egyedi látásmód, aminek a birtokában vannak.
ők képesek igazán arra, hogy a különböző területeket, gazdasági, társadalmi, állami, tudományos, vagy környezetvédelmi, egészségügyi kérdéseket integrálják és kellő figyelmességgel és érzékenységgel oldják meg. A vidék sokszínűségét úgy érthetjük meg, ha nem csak ésszel, de lélekkel is közelítünk felé. A mezőgazdaságban foglalkoztatott nők száma tavaly csaknem 54 ezer fő volt, ami 2010-hez képest 30,5%-os növekedést jelent. Nagyon örülök ennek az emelkedésnek, ez is azt bizonyítja, hogy kiemelt szerepük van a vidék felemelkedésében. A titkukra azóta sem jöttem rá, de azt tudom, hogy megbecsülésünket szavakkal és tettekkel is ki kell tudni fejezni. Éppen ezért a mai rendezvény túlmutat önmagán. Nem csak egy emléknap, és nem csak egy szakmai találkozó, hanem egy igazi ünnep, ahol éltetjük és elismerjük a hazai agráriumban tevékenykedőket, és természetesen kiemelten a nőket. Köszönöm a figyelmet, és gratulálok a díjazottaknak, és azt kívánom, hogy a jó kedvüket mindig őrizzék meg, mert úgy sokkal könnyebb az élet. Az elmúlt év tömeges méhpusztulása és a hamisított méz elterjedése komoly gondokat okoz az ágazatban. Erre keresi a megoldást az Agrártárca és a Kamara a méhész társadalommal közösen. Fórumot rendezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a méhészeti ágazat legfontosabb kérdéseinek megválaszolására. Az ágazat problémái ugyanis lassan ellehetetlenítik a magyar méhész társadalmat. A gazdálkodók és a méhészek is egyetértettek abban, hogy nem egyedül a méhekre káros anyagok okozták a beporzók elhullását. Az biztos, hogy a méhészeti ágazat válságban van. Ennek a válságnak több összetevője van. Ez az összetevők között benne van a klímaváltozás, benne van a klímaváltozás hatására elterjedő méhbetegségek, benne van a növényvédelmi gyakorlat problémái, és benne vannak a viszonylag magas mélysűrűség Magyarországon, és a méhek kezelésének a problémái is. Szintén itt fogalmazták meg, hogy rendkívül fontos lenne a két a gazdálkodók és a méhészek között az információcsere. Hol tart ez most egyébként? Hát reméljük, hogy egyre jobban működik ez az információcsere, hiszen egymásra vagyunk utalva, mi méhészek mindenképpen a növénytermesztőkre, és ugye a tavalyi évben napraforgó virágzáskor egy akkora méhpusztulás történt Magyarországon, amit mi méhészek szeretnénk, hogyha még egyszer nem ismétlődne meg, és ehhez mindent megpróbálunk elkövetni. Keressük a megoldásokat, így azért veszük fel a gazdákkal is a kapcsolatot, hogy tudjunk egymásról, hogy segítsük egymás munkáját, mi értsünk egy kicsit a növényvédelemnek a dolgaihoz, a gazdák pedig egy kicsit belelássanak a méhészkedésbe is. Tehát ez azt is jelenti, hogy a gazdáknak is meg kéne tanulniuk, illetve elsajátítaniuk a méhészeti tudnivalókat, illetve a méhkímélő technológia alkalmazását? Hát mindenképpen annyira legalább érteni kéne a méhekhez, hogy tudják, hogy hogyan viselkednek a méhek, és azokat a kultúrákat látogatják a méhek, nem csak amelyik virágzik, hisz tudjuk, hogy másokból is látogatják a kultúrákat, vagy azért, mert virágzó gyomnövény van benne, vagy azért, mert levéltetvek szivogatják a növényeket, és édes harmatot termelnek, vagy pedig csak egyszerűen átrepülnek a tábla fölött. Miként látja, hiszen ezer éve méhészkedik, és szaktanácsadóként is folyamatosan benne van ebben a témakörben, hogy lehet úgy végezni a növényvédelmi munkákat olyan körültekintéssel, hogy ez a méhészeket is segítse, illetve a méheket ne bántsa? Hát előírás is ez tulajdonképpen, ugye megfelelő gondossággal is, hogy egyáltalán tud a gazda a méhészről, így a növényvédelmi előírásokat és a vegyszernek a leírásában szereplő utasításokat betartva minimálisra lehet csökkenteni azokat a károkat, amit a méhészetben okoz. Itt el kell mondani, hogy ugyan a növényvédő szereknek az engedélyezési okiratában szereplő engedély, az mikor vizsgálták, csak annak a növényvédő szernek az egyedüli kiszórására történt ez a vizsgálat, és nagyon úgy néz ki a mostani vizsgálatok alapján, hogy különböző méhekre nem veszélyes szerek tankeverékben, tehát összekeverve a permetezőgépben, kijuttatva már a méhekre veszélyes és kockázatos szernek minősülnek.
Tehát figyelni kell annál is inkább, hiszen a tavalyi mél elhullásról elkészült a Nébih jelentés, és hát nem megnyugtató válaszokat hozott. Hát az az igazság, hogy a tavalyi napraforgón történt mély pusztulásoknál az még csak az adatfelvétel történt meg. Ugye a méhészek jelezték a problémát, a méhészeknél történt egy állapotfelmérés, egy adatbekérés, és ennek kapcsán a méhészetek környezetében levő gazdáktól is kértek be permetezési naplókat és információkat. Ezek bekerültek egy nagy adatbázisra, ezt most viszik fel az adatbázisba és próbálják feldolgozni. Én a legjobb tudomásom szerint megoldás, végső konklúzió még nem érkezett ezek alapján. Nagy István agrárminiszter nemrégiben úgy fogalmazott, hogy az agrártámogatások körében próbálják azt megoldani, hogy legyen pénz, lehessen pénz állománypótlásra, kaptárakra, illetve méhtakarmányra. Ez egy jó megoldás, miként látja? Azt tudni kell, hogy a beporzók azok vészesen csökkennek. Tehát pusztulnak. Egyedül a méheknek, a házi méheknek van olyan tulajdonosuk, tehát gyakorlatilag a méhészek, akik mindenáron megpróbálják a termelőeszközöket, a méheket is pótolni. A méheken kívüli egyéb beporzók viszont vészesen csökkennek, úgyhogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy legalább a méhek megmaradjanak, mint beporzó rovarok. Ehhez sajnos növelni kell a jövedelemezők képességét az ágazatnak, hisz az idejében én, mint szaktanácsadó észreveszem, hogy nagyon sokan abbahagyták a méhészkedést, mennek vissza munkába állnak, hisz annyira bizonytalan, ugye a mezőgazdaság azért viszonylag bizonytalan ágazat, de több éves negatív veszteséget már nem tudnak elviselni a méhészek, és sajnos nem is látják a pozitív kiutat. Gyakorlatilag a vegyes virágméz előállítása az az önköltség közelébe van, az akácméz, amelyik még valamennyi nyereséget produkálna, a szeszélyes időjárás hatására az utóbbi években viszonylag gyenge termést produkált. Mennyit segít ezen a problémán az a magyar javaslat, amelyet jó néhányan támogattak, illetve 13 uniós ország is aláírt, gondolok itt az eredet megjelölésre, illetve a nyomonkövetés szükségszerűségére. És ne feledkezzünk meg természetesen az olcsó kínai, vagy akár honnét érkező hamisított mézről sem. Azt tudni kell, hogy a méz a világon a harmadik leggyakrabban hamisított élelmiszer. Ennek megfelelően ugye nagyon sok keletkezik a világban ellenőrizhetetlen módon. Ugye a magyar méhészeknek az uniós előírásoknak megfelelően kell termelni, és az uniós költségekkel, és unión kívüli termelési módszerekkel, unión kívüli költségekkel kell versenyezni. Ezt nem bírja semmelyik uniós ország méhésze sem, ezért ugye Nagy István agrárminiszter hétfőn a termelők és halászati tanácsban javasolta, hogy a méhészeti ágazatot meg kell erősíteni. Ugye kell a méhtakarmányokra, a méhállományok pótlására plusz forrásokat biztosítani. Mert különben úgy járunk, mint Amerika. Ugye 15 évvel ezelőtt, amikor Amerikában még viszonylag nagy méhcsaládszámmal méhészkedtek, már kezdett ez a CCD nevezetű kaptárelhagyás szindróma jelentkezni, és innen Magyarországról nézve kicsit furcsáltuk is, hisz akkor még viszonylag jó idők voltak itt a magyar méhészekre, hogy csak úgy eltűnnek a kaptárból a méhek. És mivel nem találtak megoldást, és ugye mézet pedig lehetett a világból beszerezni, a 15 milliós méhpopuláció 3 millióra lecsökkent az országban, és ugyebár méz volt, beporzást nem lehetett vásárolni, és ekkor jött el az a probléma, hogy már nem volt beporzó méh az országban, és muszáj volt drága pénzért megfizetni a méhészeket, hogy elvigyék azokba a területekre, ahol szükség volt a beporzásra. Azt szeretnénk mi méhészek elérni, hogy ne legyen az unióban erre szükség, időben állítsuk meg a méhcsaládok pusztulását, hisz a méhcsaládok ez egy kontrollszervezet. Tehát amikor a méhcsalád elpusztul, az nem jó se a többi beporzónak, de nem jó az embereknek sem. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!